a Warcraft, illetve már régen elkészítenem a Warcraft első legendás sorozataiból kisebb videókat. El is jött a nap, nézzük is meg a Warcraft első részének, az ismert stratégiai játéknak történetszálait, mi és hogyan kezdődött el egykoron eme legendás játékban. Visszatekerjük az időt arra a napra, amikor az orkok még elsőként találkoznak az emberekkel, visszatekerjük oda az időt, mikor még 32 megabájtos ramok voltak, az ászok, és a Windows 98 is csak science fiction volt egykoron, amikor még se szövetség, se horda nem létezett, és üdvözöllek titeket a Warcraft első részében az Orc and Humans-ban. Blizzard Entertainment. In the Age of Chaos, two factions battled for dominance. The Kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwelled there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. The well-trained armies of the king. 1000 évvel ezelőtt a lángoló légió terjeszkedett és célba vette az ősi Drenort, az orkok hazáját. Gil'jaeden, a démonok ura azt akarta, hogy az orkok álljanak a démonok oldalára, s végül Gul'dan minőségében megtalálta azt, kivel manipulálni tudja az ork klánokat. Azeroth-on a lángoló légió vezetője, a bukott titán Sargeras megvújt Medivh, a mágus lényében. Sargeras által Medivh egy látomás segítségével elkezdte felépíteni és létrehozni a sötét kaput, mely átjáró a két világ között. Gul'dan hatalmas segítségével felemelte a hatalmas orkot fekete kezet, de ez csak a látszat volt, hátulról mindig Gul'dan és sötét mágusai irányítottak. Mikor is a portál építése befejeződött, az orkok betörtek Azeroth földjére, és hamar eljutottak az emberek városáig, Stormwindig. A sötét portálon keresztül hatalmas orkhordák zergeltek az emberek világába, de nem minden klán ment Azeroth földjére. Voltak ork klánok, akik megőrültek a vérszomtól, ezen orkokat sötét kéz izolálta. Kiűzte őket kieső távoli zugaiba Drenornak, hogy ne ártsanak a még épp ork klánoknak. Mindezen idő alatt a tanuló Khadgar, ki magának Medivhnek volt a tanonca, rájön, hogy valami nagy baj van a mesterrel. Ekkor megkeresi Anduint, ki a király legjobb barátja volt, és Stormwind lovagja. Együttes erővel felfedték Medivh árulását, kiálltak ellene és megölték. A hordák mindeközben az északi királyságokban is dúltak, pusztákat hagyva maguk mögött. Mikor az orkok eljutottak Stormwindhez, Garrona megölte a király Lane Brind, ezek után a királyság szétesett. Durátán az északi farkasok klányából elmondja Orgrimnak, miszerint Gul'dan ide is a halált hozza, mint Drenorba. Ezt követően Gul'dan megölte Durátánt és párját, Orgrim megölte Fekete Kezet, és kikiáltotta magát a vezérnek. Orgrim ráeszmélt Gul'dan árulására, és kész volt cselekedni. Orgrim segítői elfogták és kínozták Gul'dan egyik segítőjét, ki elárulta, hogy Twilight kultisták állnak minden mögött, és az ő tartózkodási helyüket is elmondta. Orgrim és orkjai kivégezték mindőjüket, kivéve Gul'dant. Anduin Lothar vezetésével is a király gyermeke, Varian herceg, Lordaeron királyságában menekült északra, hol hírül adták a történteket. Terenas Menethil, Lordaeron királyságának ura, itt egyesíti az emberi haderők seregeit, mikor megtudta, hogy orkok törtek be Azeroth földjére. Így alakult meg Lordaeron szövetsége, hogy útjukat állják a hordának, hiszen csak időkérdése volt, hogy mikor érnek az orkok az északi megyékbe.